Sziasztok! A mai alkalommal Michio Kaku legújabb könyvét, a The God Equation, The Quest for a Theory of Everything című könyvet tervezzük bemutatni. Fontos megjegyezni, hogy a könyv bemutató mellett egy tartalmi kivonattal is készültünk. Ez természetesen egy külön videó tárgyát képezi. Ugye mielőtt belemennénk ebbe a könyvbe, beszéljünk picit a szerzőről. Ugye a szerző Michio Kaku egy elméleti fizikus, egy japán származású amerikai alapvetően húrelmélettel foglalkozó elméleti fizikus. Ugye publikációi, aminek száma több mint 170, alapvetően Szuperszimmetriával, szuper szupergravitációval szuper foglalkozik. A publikációi mellett tudományos ismeretterjesztő tevékenységgel is foglalkozik. Rádiós műsorokban, tévés műsorokban, mint dokumentumfilmekben találkozhatunk velük, illetve természetesen könyvei esetén is. Ugye milyen könyvei vannak még? Ugye Ezen a könyvön kívül például ugye ismeretes a hipertér, a párhuzamos világok, a lehetetlen fizikája, a jövő fizikája, vagy az Elme Jövője című könyvéről. Ugye, mint látjuk, ez a könyv egy nagyon karcsú, vékony, csupán 240 oldalas, kemény kötésű könyv. Ugye alapvetően 7 fejezetre, 7 fő fejezetre osztja Michio Kaku ezt a könyvet, és tulajdonképpen egy fizika történetet kapunk. Ugye célként azt jelöli meg, hogy elindul az ókori görögöktől, majd a fizika nagyobb forradalmait fogja bemutatni. Ugye melyek ezek? Egyrészt a Newtoni, utána ugye alapvetően Maxwellhez, illetve előtte Feredéhez kötődően az elektromágnesességgel kapcsolatos forradalom. Ugye ezután az Einsteini, ugye a relativitás elméletek, ugye ezzel párhuzamosan a, a kvantummechanika, és végül pedig a nem is olyan régen, 20. század második felében megjelent, húrelmélettel foglalkozik Kaku. És ennek a húrelméletnek a keretében ígéri azt Kaku, hogy gyakorlatilag a tér időnek a mélyebb e, titkaira talán választ tudunk találni, tehát lényegében ez a húrelmélet lehet egy, amire a könyv is utal, tulajdonképpen egy mindenség, vagy minden dolog elmélete. Ugye Michio Kaku a bevezetőben egyik kedvenc gyerekkori sztoriával kezd. Csupán 8 éves volt, mikor a 20. századi fizika, elméleti fizika ikonja Albert Einstein 76 éves korában meghalt. Ugye ez azért volt nevezetes Kaku számára, mert ekkor gyakorlatilag tele volt a sajtó Einstein dolgozó szobájának, egész konkrétan íróasztalának, és az íróasztalán egy hát jegyzett füzetnek a képével. Ugye ez a jegyzetfüzet pedig egy befejezetlen munkájára utalt Einsteinnek, amit már nem tudott befejezni, ez tulajdonképpen egy mindenség vagy minden dolog elmélete lett volna Einstein részéről, amit ő Unified Field Theory-nak nevezett. Ugye Einstein gyakorlatilag, hogyha meg tudta volna oldani, ahogy ő fogalmazott, tehát ezt a Unified Field theory és a hozzá kapcsolódó egyenletet létrehozni, akkor úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag betekintést nyert volna Isten elméjébe. Na most ugye itt fontos megjegyezni, és ez kapcsolódik ahogyan kákú is hivatkozik Istenre, hogy gyakorlatilag ö... Einstein nem a klasszikus zsidó vagy keresztény felfogásban megjelent istenképet vallotta, hanem Spinoza istenét úgy mond, ami a rend istenét jelenti. Tehát itt gyakorlatilag Spinoza, illetve Einstein világában egy nagy kozmikus harmónia van, tehát lényegében a világegyetem egy szépséges, mély, titokzatos, rendel rendelkező kozmikus szimfónia. És Michio Kaku pedig gyakorlatilag ennek nyomán szeretne tovább lépni, és ahogy ő azt tervezi, a húrelmélettel szeretne gyakorlatilag, ahogy a cím is utal rá, egy úgymond Isten egyenletet felírni, ami gyakorlatilag egy szupererővel foglalkozna. Ugye abból a szempontból, hogy mennyi, Újdonságot tartogat ez a könyv az előző könyvekhez képest, már nem tudok ennyire pozitív lenni. Ugye, hogyha a hipertér, vagy a párhuzamos világok című könyveit nézzük a szerzőnek, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy abban gyakorlatilag szinte mindent már korábban tárgyal. Ugye természetesen ebben a könyvben az elméleti fizikának az újdonságait, tehát mint a Higgs boson felfedezése, a gravitációs hullámok, ezeket természetesen már taglalja a könyv, vagy Például a nagy hadron ütköztetőnek a jövőjéről is ír, de egy új, alapvetően uh, Ázsiában tervezett részecskegyorsítónyban elektront, illetve antielektront, vagyis pozitront ütköztetnek majd, és ez körülbelül 2030-ra készülhet el. Tehát erről is ír például ez a könyv. Hogyha a könyvnek az ábráiról kellene beszélni, itt sem lehetek teljesen pozitív. Ugye az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ahova kell, tehát ahol kell, ott használ a szerző ábrákat. Persze, ez nem sok helyen van így. Ugye, hogyha a dizájnjukat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy viszonylag egyszerű, úgy magyarán mondva, fapados a felépítésük. Ami viszont nekem szimpatikus volt, hogy ugyan fapados és egyszerű, de ugyanahhoz a grafikai stílushoz igazodik, mint amit a korábbi könyveiben megszoktunk. És legvégül akkor arról, hogy kinek ajánlom, illetve kinek nem ajánlom a könyvet. Ugye azoknak, akik már járatosak az elméleti fizikában, illetve úgymond és vagy Michio Kaku munkásságát nyomon követték, és emellett újdonságra vágynak, nekik kevésbé tudom ajánlani. De aki mondjuk például ismételni szeretne, kicsit felfrissíteni az elméleti a fizikának a sokszor bizarr, meghökkentő világát, illetve hogy jelenlegi tudásunk alapján hogy áll ez az egész, nekik viszont mindenképpen tudom ajánlani. De legfőképpen azoknak tudom ajánlani, akik most ismerkednek a témával és akik most ismerkednek a témával, nekik mindenképpen javaslom, hogy nézzék meg a már említett ennek a könyvnek a tartalmi összefoglalóját bemutató videónkat is. Lényegében ennyit szerettünk volna ebben a videóban. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!